Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Kispeás labdarúgó bajnokság 13. fordulója az őszi idény végét jelenteni. Azonban ezen a játékhéten korán sem zárták le a küzdelmeket a csapatok, hiszen az elhalasztott találkozókat, a csonkafordulók hátra levő mérkőzéseit még idén lejátszák. Ezen a játékhéten egy kiesési rangadón mérte össze erejét az újonc Polyák BT és az első osztályban második évét töltő Cooper SC. Az első osztályú Városi Kispeás labdarúgó bajnokság 13. fordulójában kiesési rangadón találkozik egymással a kék mezben játszó Cooper SC és a sárga mezes Polyák BT. A pályaválasztó most jelenleg a Polyák BT, az a csapat, amely jobbról balra támad a képernyőn, és mint mondtam, az imént sárga mezben, kék nadrágban játszik. Óriási küzdelemre lehet számítani, hiszen jelenleg a tabellán mindkét együttes kieső helyen áll. A Cooper SC a 11., míg a Polyák BT, az újonc csapat a 12. a tabellán, azonban a Polyák BT két mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig, mint ellenfele. Pontjaik száma pedig azonos, egyaránt 9-9 pontot szerzett a két együttes. A Cooper SC 3 győzelmet aratott eddig az idei bajnokságban, 8 vereség mellett. A Polyák BT szintén 3-szor győzött és 6-szor szenvedett vereséget. A két csapat összeállítása: a Polyák BT kapujában Pördi Ádám véd, a cserekapus 16-os számmal Kovács János, aztán mezőnyben 10-essel Kovács Zoltán, 15-össel Nádor Balázs, nála van most a labda, 13-assal Szűcs György, 9-essel Berta Sándor, és 12-essel Tóth Róbert. Igen, nagy aranyban kezdték a csapatok a találkozót. A Polyák BT veszélyezteti most a Cooper SC kapuját, amelyet Nagy János őriz. A kezdő csapatban pedig a kékmezeseknél 2-essel Blaski Gábor, 5-össel Nagy Attila, 4-essel Király Antal, 9-essel Nagy Péter és 12-essel Lukács Tamás. A harmadik percben járunk, egyelőre gól nélkül, és igazán a kapusoknak sem volt még dolga. Szűcs György lőtt távolról, a labda levágódott, aztán Berta Sándor próbálkozott az ismétléssel, az ő labdája sem jutott el a Cooper kapujáig. Egy rossz passz, ennek eredményeként a Cooper hozhatja játékba a labdát. A Cooper SC a legutóbbi bajnokságban megőrizte első osztályú tagságát, és így idén is a legjobbak között szerepelhet. És hát persze, hogy minden vágyuk az, hogy továbbra is bent maradjanak az első osztályban. A Polyák BT pedig nagy reményekkel érkezett a legjobbak közé. A 2001-2002-es bajnokságban jutottak fel az 1B-ből. És az idei pontvadászat előtt az első 6 hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célul. Ez a bajnokság első fordulóiban még valamelyest állt is, hiszen akkor remek játékkal. És itt az első találat. A 4. percben Berta Sándor szerez vezetést a Polyák BT javára. Berta elé került a labda. Igazított rajta egyet, aztán lőtt, és bizony megpattant a játékszer, így csapta be Nagy János kapust.
Aztán már is a másik oldalon az ellenakció. Király Antal próbálkozott, beleért egy sárga mezes védő. Nem sikerült Nagy Péter bedobása. Tehát a Polyák BT az első mérkőzésen remek teljesítmény nyújtott, és azzal a játékkal ők is úgy gondolták, hogy ott lehetnek az első osztály élmezőnyében. Közben Nagy Attila, aztán Nagy Péter csúszott be, de Kovács Zoltán megelőzte őt és felszabadított. Eset később a bajnokság folyamán aztán érkeztek a kiúzanító vereségek a Polyák BT számára. És így most jelenleg kieső helyen állnak. Kovács Zoltán, Szűcs, szépen tartja a labdát, aztán Tóthoz passzol, Polyák bedobás, Tóth Róbert labdája elszáll a fejek felett. Szűcs kísérte ki a labdát, de rosszul tette. Úgy gondolta, hogy majd az ő csapata hozhatja játékba ismét a labdát. Ez nem így történt. Szűcs. Egyelőre Jukacselek, de a passz már nem. Laski tisztázott. Aztán a másik oldalon most már Lukács. És a visszaérkező Tóth majdnem saját kapuját veszélyeztette. Persze azért a labda jócskán elkerülte a Polyák kapuját. Szóval most nem jelentett előnyt a Coopernek, így bedobásra váltották a kékmezesek. Nagy Péter fejese messze elkerülte a kaput. Nádor. Nagy Péter szereli. Aztán Tóth fülelte le a paszt. Király Antal. Nagy Attila veszi le. Jobban lő. Nádor érkezik vissza, és belelép a lövésbe. Blaski bedobása. Kovács Zoltán vágja ki. Nagy János messze kijön a kapujából. Blaski. Király Antalt Berta szereli. Király. Nádor lépett közbe. Lukács. Egészen hátra kapusáig. Nádor. Szép mozdulat, gyönyörű gól a félpályáról. Kihasználta, hogy Nagy János kapus messze kijött kapujából, lefülelte a paszt, és egy szép mozdulattal a kapu közepébe lőtte a labdát. 2-0 az eredmény a 9. percben a Polyák BT javára. Tóth. Nagy Péter. Nagy Attila, szép lövés volt, és a védés sem volt csúnya. Ördi Ádám tolta szögletre a labdát, aztán Király Antal fejjel a szöglet után a kapu mellé. Kovács Zoltán. Tóth.
Nádor feje, gyönyörű gól. Nádor Balázs újabb villanása a Polyák BT harmadik találatát eredményezi. Remek labdát kapott, szépen ment fel a magasba, és fejjel a bal felső sarokba továbbította a labdát. 3-0 már a 10. percben. Nagy János úszott a levegőben, de nem tudta elsípni a labdát. Kovács Zoltán. Nagy Attila. Király. Blaski. Most jól járatják a labdát a Kúter játékosai egészen idáig. Csere volt közben a Polyák együttesénél. Hármas számmal Jónás Péter a pályán. Kovács Zoltán Jónás felé. Blaski. Nagykapusnak hátra, és ez nem volt szerencsés megoldás, hiszen Berta érkezett és zavarta meg a kapust. És ezzel már 4-0. Berta és Nádor 2-2 találatával a 12. percben már 4 gól a Polyák BT előnye. Király. Lukács. Közben Nádor Balázs mezében 15-ös számmal egy újabb játékos a Polyák BT együttesében. Gál Péter. Jónás. Nagy Péter szereli, aztán Kovács Zoltán erőszakos, és közbelép játékvezetői labda, hiszen plafont ért a játékszer. Blaskit lökték. Nagy Attila. Király. Tóth lépett közbe, és aztán Sinek szerez labdát. Nagy Péter bedobása a Király fejjel mellé. Nem találta el jól. A 13. percben járunk, 4-0-ra vezetnek a sárga mezesek. Egy eladott labda, Nagy Péter. Addig pepecselt, amíg odaért Kovács Zoltán. Szépen hozzák most ki a labdát. Blaskiról megy ki a labda. Szöglet. Négy szöglet. Hát Blaski ért a labdához. Ez érdekes játékvezetői ítélet minden esetre. Király, és ebből szépít a Cooper SC. 4-1. Hát ez most bizony játékvezetői hiba, hiszen az iménti akciónál egyértelműen Blaski Gáborról hagyta el a labda a játékteret. Így Polyák szöglet kövesz. Polyák szögletnek kellett volna következnie. Ehelyett a Cooper indult meg, és a támadás végén gólt szerzett. 4-1 az eredmény a 14. percben. Polyák BT javára. Király. Lukács elveszti a labdát,
hogy még vissza tudja passzolni Blaskinak, a leghátsó mezőnyjátékosnak, és aztán Simek lop labdát, lövése pedig Blaskiról vágódik le. Poják bedobás következik. Jónás fölé. Nagy Attila. Blaski. Simek lépett ki, és kivezeti a labdát az oldalvonalon túlra. Király. Gál. Nagy János fogja meg. Simek. Ellentétes ítélet. Az egyik játékvezető kifelé ítélt, a másik pedig a Poják BT javára szabad rúgást. A sárga mezeseknél a labda, 16. perc, Tóth lövi el, és beakad a labda. Két játékosan is megpattant érzésem szerint a játékszer, de a bőrgolyó végül a jobb felső sarokban kötött ki, 5-1. A gólszerző pedig Tóth Róbert. A Cooper SC végezhet el szabadrúgást a Poják térfél közepetájáról. Nagy Péter lövése. Nyomán a labda útról a lelátóra vágódott. Király. Kovács Zoltán kíséri szorosan, Blaski, Nagy Péter. Simek érkezik, és aztán Jónást lökik meg, miközben a labdáért harcolt. Simek szabadrúgása, Tóth Róbert. Kovács Zoltán, Nagy János, Nagy Attila. Nagy Attila szerez labdát. Kapus mellett el tudta perdíteni azt, de aztán végül is a védők résen voltak, és még a gólvonal előtt kivágták. Blaski. Nagy Péter esik el, nem történt szabálytalanság. Kovács Zoltán. Gál. Tóth. Jónás. Nagy Péter. Nagy Attilához passzol. És aztán a Cooper elveszti a labdát. Nagy Péter jó voltából visszaszerzik a két mezesek. Blaski. Nagy Attila középre fejel, Lukács lő, és végül Pördi véd. 19. perc, 5-1-es Poják BT vezetés. Nagy Péter. Lukács. Nagy Péternek vissza. Aztán ő kapusát választja. A sárga mezesek megpróbálják zavarni a Cooper hálóőrőit. Úgy gondolják, hogy ez az egyik hiba pontja lehet a két mezeseknek, és hát bizony a mai találkozón már volt már erre példa. Nagy Attila remek lövése a jobb kapufáról jön ki. Pördi nyújtózott, de nem érhette el a labdát. Szerencséje volt most a Poják BT-nek.
Gál lőtt távolról, a labda azonban elkerülte a Cooper kapuját, Blaski perdíti át a bal oldalra a játékszert, aztán a király tartja, kioszt közben egy kötényt, majd eladja a labdát. A 20. percben járunk. Valamivel több mint 5 perc van hátra az első fél időből. Távolról lő, Nagy Jánosnak kellett fognia a labdát, a jobb sarok. Tud. Pontatlan a passz. Kács bedobása Blaski felé, elpattant előtte a labda. Simek. Nagy Attila, Kovács Zoltán. Nagy. Király. Nagy Attila fejjel mellé. Nem sokkal került el a labda a bal kapufát. Ördi kirúgása, Nagy Péter lábában elakad. Király, szöglet. Kurt Ruber tért bele utoljára. Most is róla megy ki a labda. Nagy Péter bedobása, Kovács Zoltán érkezik és vágja ki a játékszert. Ismét bedobással próbálkozhat a Cooper. Blaski inkább lábbal hozza játékba a labdát. Lukács adja hátra kapusának. Lukács. Király. Nagy Péter. Három sárga mezes feszik körbe, aztán Nagy Attilához passzol. Majd Király Antal tologat. És nő, de a labda levágódik. A 22. percben járunk, Blaski. Király felperdíti, de ezzel nem sokra megy, mert Jónás szorosan ott állt mögötte. Nagy Attila távolról lő. Nem volt túl jó próbálkozás. Vördi kirúgása. Gál. Lukács szabadít fel. Nagy Péter. Blaski teljesen üresen a jobb oldalon. Blaski mellé. Simek. Jónást rángatta Nagy Attila. Ezért jár a Polyák BT javára a szabadrúgás. Távolság jó 12 méter. Simek legurítja tudnak a labdát, aki lő. De ez nem volt pontos, lecsúszott a lábáról. 24. perc, 5-1-es Polyák BT vezetésnél járunk, amikor Nagy János íveli előre a labdát. Kovács Zoltán Nagy Pétert előzte meg, és ismét Nagy Jánosnál a játékszer. Nagy Attila most már. Lukács zárkózik fel a támadáshoz, egyből lő bal lábbal. A labda azonban elkerülte a Polyák kapuját. Pördi kirúgása. Blaski fér vissza. Nagy Attila szeridíti meg a labdát, aztán Blaskinak passzol. Pördi. Az első félidő utolsó percén belül járunk.
szuper bedobás következik. Kovács Zoltán fejelte ki, királyon tar elő a labdát, aztán Nagy Attila érkezik kapás lövésre a bedobás után. Blaski tartja még a labdát. 4-2-ben Blaski nem passzolt, hanem lőtt. Lehet, hogyha kinéz oldalra a társakra, akkor veszélyesebb szituációt hozhattak volna létre a Kuperesc játékosai a folyák kapuja előterében. Vége az első fél időnek, a folyák BT tehát már most tetemes előnyre tett szert, hiszen 5-1-re vezet 25 percnyi játék után a Kuperesc ellen. A Kuperesc kezdte a második félidőt. 5-1-es hátrányban játszanak a kékmezesek. Kérdés, mit tudnak kitalálni a második játék részre, hogy bedolgozzák valamelyest hátrányukat. Lukács. Nagy Attila. Berta érkezik és szerel. A Apolyák BT-ben a kezdő együttes, a kezdő ötös mezőnyben a pályán. Nagy János. De természetesen a kapus poszton sincs változás, ugyanúgy Pördi védi a Apolyák kedvencét. Blaski bedobása Király Antal. Nagy Péter. Kovács Zoltánról fordul le. Volt keresztez, Berta pedig szabálytalan volt. Cooper szabadrúgás következik. Király Antal és Nagy Attila a labda mögött. A távolság 11 méter. Király nagynak legurítja, de nagyon-nagyon pontatlanul így oda a lehetőség. Berta szerez labdát, és aztán cselezget, tartja. Nagy Péter hátulról elveszi tőle Lukács. Nagy Attila zárkózik fel, lő Pördi véd. Cooper bedobás következik. Lukács. Nagy Péter sarokkal. Amúgy Magyar módjára próbálta bevenni a Apolyák kapuját, ez most nem sikerült, körvérésem volt. Nádor, aki két gólt szerzett eddig a mérkőzésen. Szűcs, Nádor kapja vissza. Tóth osont volna a jobb oldalon, de lefülelték az átadást a Cooper játékosai. Király. Szűcsben akad el. Berta, Nádor, Szűcs, Tóth, Kovács Zoltán. Járatják a labdát a sárga mezesek. Szűcs, Lukács lép ki, de szabálytalanul szerel, lerántotta Szűcs Györgyöt. Kovács Zoltán. Király. Két ember között tette tovább a labdát, de nem játékos társa, hanem ellenfele Kovács Zoltán kaparintotta azt meg. Nagy Péter. Tóth sarokkal vissza. Nem volt túl szerencsés, visszakerült a labda a kékekhez. Király. Kovács Zoltán érkezik. Nagy hasznára válik a csapatának Kovács Zoltán, hiszen remekül szűri meg a Cooper akcióit. Sokszor szabadít fel, és sokszor szerel.
Lukács előzte meg Bertát. Nagy Attila. Király. Laski. Király Antal. Lukács. Nagy Péter. Tótról vágódik le. A 30. percben járunk. Továbbra is 5-1-es Puják BT vezetésnél, a második félidőben egyelőre gól nélkül. Nagy Attila, Nagy Péter felé löbölé a labdát. Berta, Szűcs. Berta fut keresztbe és kéri a játékszert, nem kapja, Szűcsöt viszont szerelik. Fúrnak át a túloldalra a kapáslövésre. Nem találta el túl jól jobbal a labdát Tóth Róbert. Ezért az jó pár méterrel elkerülte a Cooper kapuját. Szűcs. Nagy Péter. Berta. Szűcs. Kovács Zoltán. Tóth. Szűcsnek passzol vissza, aztán Kovács Zoltán ismét a labdával. A Puják játékosainak nem sürgős, hiszen 4 góllal vezetnek ellenfelükkel szemben. Így leginkább csak hátul járatják a labdát. Különösebben a támadás szövéssel nem foglalatoskodnak, leginkább csak távolról vállalkoznak lövésre, hogyha már lövő helyzetbe kerül egy-egy játékos. És most megfogyatkozik a Puják BT csapata, hiszen Szűcs György volt szabálytalan, és ezért kap egy sárga lapot, amely természetesen a 2 perces kiállítást vonja maga után. Emberhátrányban telt a Puják BT 2 percig. Nagy Attila. Kovács Zoltán hiúsítja meg a Cooper első próbálkozását. Király. Blaski. Ellövi a labdát mellé. Nem volt rossz az elképzelés, üres terület nyílt előtte. Lövésre vállalkozott, de a labda néhány centiméterrel elkerülte a kaput. Blaski fejeli vissza. Nagy Péter elől, Berta rúgja el a labdát, aztán Király Antal elől hozza el ismét. Blaski, Király. Tóth Róbert egy csapta be, de Kovács Zoltán eszén nem tudnak túljárni egyelőre a kékmezesek. Megint ő volt az, aki szögletre mentett. És most megint az ő fején csúszik meg a labda. Berta majdnem labdát szerez. Lukács. Nagy Attila. Bertánál Nádor indul meg, Király Antal érkezik hátulról, és buktatja Bertát. Puják szabad rúgás következik, akkor, amikor a 34. percben járunk, és 5-1-re vezet a pályaválasztó, vagyis a Puják BT. Berta, Szűcs már készülődik, hogy visszatérjen a pályára, és emberhátrányból is gólt szerez a Puják BT. A szabadrúgást követően Nádor Balázshoz került a labda, aki háttal volt a kapunak, majd gondolt egyet, fordult, és a hálóba lőtt. 6-1 most már Nádor mester hármasával. Mindez a 34. percben. És ne feledjük, ez a Puják találat emberhátrányból született. Nagy Péter lő távolról mellé. Nem igazán volt sem erő a labdában, és nem is volt. Mármint a lövésben természetesen nem a labdában volt erő.
célzás sem volt túl jó. Simek, óriási ígyszer volt ismét, Jónás nem tudta lekezelni a labdát, Blaski, Jónás, és a passz sem jó, túlságosan hosszú Simeknek. A 35. percben, most már 6-1 az eredmény. Nagy Péter elől Tóth húzza ki. Nagy Péter szöglete Blaskinak hátra. Lukács, Nagy Attila, szép összjáték, és aztán Lukács csúnyán ellövi a labdát, bedobás lett a dologból. Kovács Zoltán, Gál, Simek, Kovács Zoltán zicserben, illetve Gál, elnézést, de hogy Kovács Zoltán, Gál tört kapura, nagyon szép játék, és most már 7-1 az eredmény a 36. percben, a gólszerző pedig Gál Péter. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen már eldőlt a mérkőzés, de ezt lehetett volna mondani már a 16. percben is, amikor 5. találatát szerezte a Polyár VT még az első félidőben. A Coopernek ma semmi nem jön össze. Gál. Simeket ugrasztja ki, és aztán Jónás középen, aki a centerezésre jól érkezik, és már 8-1 az eredmény. Jónás Péter is feliratkozik a góllövők listájára. A 37. percben. Király. Simek lőtt fölé. Blaski. Nagy Péter. Blaski lendületből érkezik. Kovács Zoltán állja útját. Nagy Péter, Kördi szép védése. Szöglet. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a Cooper SC cserejátékos nélkül játssza végig a találkozót. Ez nagyon sokat jelent egyébként a kispályás labdarúgásban, hogyha egy csapat csere nélkül vagy cseresorral játszik. Nagykapus kirúgása. Simek szerez labdát fölé. Király. Blaski segíti ki. De ez nem is olyan nagy segítség. Gál, Nagy Attila érkezik. Nagy Attila. Blaski szépen tolta meg a labdát, Jónás azonban figyelt és segített. Kördi, Tóth, Kovács Zoltán. Nagy Péter szerez labdát, aztán kioszt egy kötényt Tóth Róbertnek. Lukács mellé.
A 40. percben járunk. Közeleg tehát a mérkőzés hajrája. Jónás. Három kétmezes játékos tömörülve Jónás előtt. Nagy Attila mellé. Most is négy támadó játékos érkezett három védőre. Tóth Róbert. Jónás tartja jól a labdát, és egy óriási gólt lő. A bal felső sarkot pókálózza ki. Jól fordult le, tartotta a labdát, és aztán távolról ballal a kapu bal sarkába lőtt. A 41. percben 9-1 a Polyák BT javára. Blaski. Király. Lukács a túloldalon. Blaski Lukácsnak szerette volna visszajátszani a labdát. Az elakadt. Simek osztott ki egy kötényt Király Antalnak. Simek. Gál. Mehet tovább. A Polyák BT hozhatja játékba a labdát. Tóth. Szöglet. Simek. Jónás érkezik. Újabb gól. Nagy János kapus lehúzza a fejét, és ez már a tizedik Polyák BT találatot eredményezi. Jónás is három gólos már. Az utóbbi három találatot ő szerezte. A 37., a 41. és a 42. percben. 10-1. Nagy Péter. Ez most már demoralizáló, ez a vereség a Cooper SC számára. Minden bizonnyal a kékmezesek már a találkozó végét várják. De hát arra még várhatnak, hiszen egészen pontosan 8 perc a hátralévő idő a találkozóból. Nagy Péter cselezget három sárga mezes gyűrűjében, de nem is tudja elvinni a labdát. Gál szerez labdát, és aztán ki is használja ezt a lehetőséget. Nagy elugrik a labda elől. 11-1. Percenként szerzi találatait a Polyák BT. Az utóbbi három gól így esett. 10 gól a két csapat közötti különbség. Ezt a pingpongban úgy mondanák, hogy közte múcsing. Tóth mellé. Blaski, róla megy ki a labda, Simek, Tóth, Jónás csúsztatott, Nagy János most fogta a labdát, Tóth, ismét előre íveli, szép megoldás volt Gáltól, sarokkal tette le az érkező Jónásnak, Jónás lövése azonban levágódott a védőkről. Cooper szabadrúgás. Nagy János adja a labdát. Gál 12-1. Gál is három gólos. 44. perc. Lukács. Király,
Lukács, Simek, Kovács Zoltán, Blaski. Igen, érdekes a Cooper SC teljesítménye. Igen, hullámzó a produktum, hiszen a legutóbbi fordulóban a 12. játékhéten éppen a Fedél Kft. Ja, elnézést, elnéztem. A múlt fordulóban a Sünés barátaitól bizony 3-1-re kikaptak. Tehát az már jelzett valamit. Előtte azonban a Total Food, a másik kieső jelölt együttest 9-3-ra verték a 11. fordulóban. És hát előtte a Bombontól szenvedtek vereséget. A Fecát viszont megverték 4-0-ra a 7. játék héten. A Folyák VT legutóbb a C+7-től 4-1-re kapott ki, előtte a Fedél Kft-től 4-2-re. A 10. játék héten nem léptek pályára, hiszen a Fevitával december 22-én játsszák le mérkőzésüket. A MÁV gépészettől 5-0-ás vereséget szenvedtek, a Turulánytól 5-3-as vereség. Tehát elég hosszú ideje nem nyert a Polyák VT csapata. Egészen október 17-éig kell visszamenni, akkor a Polyák VT a Sünés barátait igen szoros mérkőzésen 1-0-ra tudta legyőzni. És most már elkönyvelhetjük a sárga mezesek újabb 3 pontját, hiszen a 47. percben járunk, és 12-1-re vezet a Polyák. Kovány Zoltán előzte meg Nagy Attilát, Gál próbálkozik, az első lövés kijön Nagy Jánosról, Simek ismétlése pedig elkerüli a kaput. Lukács. Lukács eladja, Simek haza, Lukács csúszik be a kapusra. Igen, nagy lendülettel érkezett király. Nagy Péter. Rávezeti Simekre, és el is veszti a labdát. Jónás, Gál. Jónás. Tóth. Nagy Attilában akad el. Lukács, Blaski. Jónás. Nagy János fejjel. Király. Nagy János. Nagy Péter. Tóth előzte meg, becsúszva Nagy Attilát. Zoltán. Nem értették most meg egymást Jónással. Valamivel több mint 1 perc van még hátra a mérkőzésből. Gál. Simek. Nagy Jánostól megy ki, szöglet, de erre már nincs idő, nem várják meg a játékvezetők.
A Polyák BT 12-1-re verte a Cooper SC-t. Az első félidőben már lerohanták a sárga mezesek a kékeket 5-1-jel, aztán a második félidőben már csak növelték előnyüket, és a Cooper SC teljesen szétesett ezen a találkozón. A góllövők Berta Sándor 2, Nádor Balázs 3, Tóth Róbert 1, Gál Péter és Jónás Péter szintén 3-3 találattal járult hozzá a Polyák BT sikeréhez. A másik oldalon az egyetlen találatot Király Antal szerezte. Még egyszer a végeredmény, Polyák BT Cooper SC 12-1. A Polyák BT győzelmével ellépett a kieső zónából. A 13. fordulóban nem csak ez a találkozó volt gólokban gazdag, lássuk az összefoglalókat. A vesztett pontok tekintetében jobban álló, de kevesebb mérkőzéssel rendelkező MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. A jelenleg második C plusz V-vel találkozott. Mindvégig kiegyenített mezőnyjáték folyt a pályán. A MÁV szerzett vezetést, de a kékmezes C plusz V rögtön egyenlített. A fekete-fehérek nem nyugodtak bele abba, hogy újabb vezető gólukra Csekályék ismét válaszoltak, és a szünet előtt harmadszor is egy gólos előnyre tettek szert. Fordulás után sem változott különösebben a játékképe. A C plusz V futott az eredmény után, a MÁV Gépészet azonban őrizte előnyét, és 4-3-ra nyerte a találkozót. Nagy csatára lehetett számítani a 9. Sünés barátai és a 8. Klubfeca mérkőzésen. Nagy iramban kezdték a csapatok a találkozót, a Süni helyzeteket dolgozott ki, a Klubfeca pedig gólokat szerzett. A pirosmezesek két gólos vezetésük tudatában egy picit visszavettek az addigi lendületükből, és a Süni szépített. Fordulás után rendkívüli izgalma következtek, hiszen a fehérmezes Süni előbb egyenlített, majd átvette a vezetést. Mindkét csapat játékosai, mint a szélvész rohantak a pályán, és a Feca megfordította az eredményt. A találkozó hajrájában érezte a Süni, hogy megfoghatja ellenfelét, és ismét maga javára fordította az eredményt. A Fecának már nem maradt ideje az ismételt megújulásra, így a mérkőzést 5-4-re a Süni és barátai nyerte. Nem mindenki tudta azt játszani, amit előzőleg megbeszéltünk, hogy legalábbis kis pályán kellene tudni játszani. Amellett olyan gólokat kaptunk, sőt az ellenfélben olyan kvalitású játékosok vannak, akik egyedül tudják dönteni egy-egy szituációban a legjobb megoldást. Lelkesedésben szerintem az idei fél év legjobb teljesítményét nyújtottuk. Nagyon változatos mérkőzést játszottunk valóban. Mind a két csapat játékában benne volt a győzelem. A végén nekünk volt nagyobb szerencsénk, hogy mi nyertünk. A listavezető Aprilia Motorosbolt a mostanra már középcsapattá avanzsált Bádogossal mérte össze erejét. A zöldmezes Bádogos cserejátékos nélkül, sőt a mezőnyből vett alkalmi kapussal vette fel a küzdelmet, és nem is akárhogyan. Az első félidőben mindkét csapat próbálkozott, de a játékosoknak egyik oldalon sem sikerült bevenniük a kaput. Fordulás után már fáradni látszott a Bádogos csapata, és ezt az Aprilia kihasználta. Sok helyzetéből értékesített néhányat, így az Aprilia Motorosbolt 3-0-ra nyerte a mérkőzést. Jól védekeztek, visszaálltak védekezni 9-esre, tüskébe, hát nehéz volt ellenük. Hát azért igyekeztünk sok futással, sok passzal járatni a labdát, és úgy tűnik, hogy azért ez a második fél időben meghozta az eredményét, és azért kicsit talán úgy gondolom, hogy ők nem bírták annyira szusszal, és így egy kicsit sikerült őket felőrölni, és ezekből lettek a gólok. A lélekben azzal, hogy nem volt cserénk, kapusunk, ezzel eldőlt a mérkőzés. Más igazániból nem tudok hozzátenni, jól játszottak a gyerekek. A Turulány Fevita mérkőzés első félidejében a csapatok nem sokat törődtek a védekezéssel. Felváltva estek a gólok, hol az egyik, hol a másik gárda szerezte meg a vezetést. A rendkívül nagyiramú játékrész végén aztán a Turul állt jobban, hiszen 6-4-es vezetéssel vonulhattak szünetre. A második 25 percben sem csökkent az iram, de a helyzetek kihasználása már kevésbé ment a csapatoknak, inkább a küzdelem dominált a pályán. A higgadtabb összjátékot bemutató Turul végül növelni tudta előnyét, és 9-5 arányban megérdemelten győzte le a Fevita gárdáját. Hajtós kis meccs volt, jó csapat ez a Fevita, jó ritmusos volt, hál' Istennek, sok gól volt a nézők, remélem jól szórakoztak, és nyertünk a legfontosabb. A Maratonsport Fedél Kft. Összecsapáson az esélyesebb Fedél rögtön a kezdés után letámadta ellenfelét. A kidolgozott helyzetekből aztán Horvátnak kétszer is sikerült betalálnia, megnyugtató előnyt szerezve csapatának. Ekkor már a hátrányban lévő Maraton is veszélyeztetett, de játékosai rendre elpuskázták lehetőségeiket. A második félidőben már sokkal kiegyenlítettebb volt a játék, feldváltva alakultak ki helyzetek mindkét kapu előtt.
Újabb gólt azonban már csak a Fedél Kft. Ért el, így 3-0 arányban legyőzte a rendkívül bal szerencsés napot kifogó maratonsport csapatát. Elkaptam a ritmust a csapat, úgy érzem, és nem tudtak velünk lépést tartani. De több gólt is rúghattunk volna, csak nem jöttek be a helyzetek igazából. De azt le kell szögezzünk, hogy ez a csapat jobb volt, mint mi. Szóval minden vereség bosszantó, de nem őket kell nekünk megverni. Mondjuk egy kicsit többet tehetünk volna érte valóban, de én úgy érzem, hogy minden csapat részben jobbak voltak nálunk, úgyhogy megérdemelten vertek meg bennünket. A csütörtöki nap utolsó mérkőzésén a Total Food találkozott a Bonbon csapatával. Az idei bajnokság egyik újonca, a Total Food nem ijedt meg a jóval esélyesebb ellenfelétől, és egy gyors gólváltás után sokáig tartani tudta a döntetlent. A szünetre mégis a Bonbon vonulhatott előnnyel, köszönhetően Csucsánszki jó helyzet felismerésének. A folytatásban növelte a két csapat közötti különbséget a Bonbon, de a végig nagy lelkesedéssel játszó Total Foodnak sikerült felzárkóznia. A meccset végül a Bonbon nyerte 5-3 arányban. Eredmény az jó, nyert a csapat. Fontos volt a mai mérkőzés, ugyanis 3 mérkőzésen vereséget szenvedtünk. 2 váratlan volt, 1 bele volt kalkulálva. Kis hullámvölgyben van a csapat, de úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés is sima volt. Nehéz ellenfél volt, jó védekeztek, de nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna, de fontos volt a győzelem, és ezt elértük. Küzdéssel nem volt probléma, úgy érzem. Hát a rutin az meg magáért beszél. Ugye első év vagyunk az első osztályban, remélem nem az utolsó, de ahhoz nagyon sokat kell edzőmeccseket még játszolunk ahhoz, hogy ilyen csapatokkal felvegyük a versenyt. Nézzük az első osztály 13. fordulójának eredményeit. MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. C+V 4-3, Polyák BT Cooper SC 12-1, Sünés Barátai Klubfeca 5-4, Aprilia Motorosbolt Bádogos 3-0, Turulline Fevita 9-5, Maratonsport Fedél Kft. 0-3, Total Food Bonbon 3-5. A bajnokságot továbbra is az Aprilia Motorosbolt vezeti, 12 mérkőzésből 12 győzelemmel 36 ponttal, második a C+V 22, még harmadik a Fedél Kft. Szintén 22 ponttal. A Bonbon jelenleg a negyedik 21, a MÁV Gépészet az ötödik 20, a Turulline a hatodik 19 ponttal, aztán hetedik a Bádogos, nyolcadik a Klubfeca, kilencedik a Sünnyi és Barátai, tizedik a Polyák BT, a kieső helyeken pedig 11. a Fevita 10, 12. a Cooper SC 9, 13. a Maratonsport 6 és 14. a Total Food 4 ponttal. Az 1B 13. fordulójának eredményei: Truck Trailer FC Chelsea 3-4, Ságépítő RT Fejér Víz 0-4, Zöldker Más Tészta 4-1, B Ördögök Dekkebau 6-5, Opsitos Koral 2-2, Erszáb Alba Logisztik Széphő Fészeképítők 1-1, Placbau Veszprém Beton Hungária Taxi 2-0. Itt a bajnokságot továbbra is a Fejér Víz vezeti 100%-os teljesítménnyel 36 ponttal, második a Dekkebau, harmadik a Truck, negyedik a Széphő, ötödik az Opsitos, hatodik a Fészek, hetedik a Más Tészta, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Koral, tizedik a Ságépítő, 11. a Bérdögök, 12. a Zöldker, 13. a Placbau és 14. a Hungária Taxi. A jövő héten kedden csak 3 mérkőzést játszanak a Városi Kispás labdarúgó bajnokság első osztályában, hiszen a harmadik forduló első felét már szeptember 24-én lejátszották. Így kedden a Turulline a Total Fooddal, a Bádogos a Polyák BT-vel, a Bonbon pedig a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft-vel csap majd össze. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!